Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi. Ezt nehogy elhiggye már valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Hogy Magyarországon akkor videózunk, amikor akarunk. Mondd be a nevedet! Azért, mert számoljuk fel a drogterjesztés környéken. Mi van Madrogozgó? Hát majd figyelj, hogy azt majd el fogja dönteni a rendőrségi szakértő, amikor kirejt hozzá. Micsoda? Még küldjem? Hát küldöm a drogos nyomozókat! Hogy te drogosok azt mondd, merjem a fáját! Azt mondd a kábítószer, azt be van! Látom, hát látom! Látom, de te is be vagy, bátya! Ki? Te, hány éves vagy? Hogy vonat már beállva? Látom a szemedben. Mit lát? Mi be vagyok állva, mi már? Hány éves vagy? Kristályozni szoktam én. Én is, csak néha ricskát. Igen? Mennyibe megy most? 1500 ég? De olyan nagy drága most, hogy 3-4000 ég vagyok. 7 grammokat szoktunk egyszerre felvenni. Még kinyomja itt. Meg van ott kömlén egy csávú, nem tudom, hogy egy ilyen valamilyen bordó izé kocsia van neki. Gyerünk, hajtsunk a fejlődőt. Ők hordják át, ugye? Igen. Bedrogoznak, tudják, az van nekit össze-vissza lopnia. Bálni nem számít nekik semmi. Na tudjuk, azért vagyunk itt. Be vannak össze-vissza drogozva, azt itt mennek jobbra-barra. Fieneket nem kéne iskolában lenni? Nekem, én ki vagyok írva egy kóra. Maki jártam főnök. Hát de hány éves vagy? 13, 14. Hát csak már drogtam a főműves. Hova jársz? Ide! Most miért nem vagy iskolában? Azért, mert ilyen kedvem. Hát, nagyon nem tetszik nekem, hogy maguk engem videóznak. Hát miért nekem az nem tetszik, hogy te nem vagy iskolában? Hát most mi van abban? Be van dolgozva kis bizony. Azt mondjuk, hogy gyám, ugye most mindjárt bemegyünk ide Margitkához a gyám. Hát menjél! Akkor majd szólunk neki, akkor az nem fog tetszeni. Rudika, szopor! Nem tudok, hogy mondjam, én nem vagyok kábítószer, hát ez be van állva, nézd a szemideje. Össze van neki, nem, most is elevonnék a zsebbe a kábítószere. Ki kell kutatni. Kristály minden van nálunk. Kis drogos köcsök. Megnéznénk egyébként. Forgass a zsebedet. Mit forgassam a zsebedet, mert az Isten nem hol minden zsebemben. Hol laksz te? Ki? Te. Mi a? Kicsi, de hol laksz? Hát, mi közük van amúgy maguknak bele, hogy én hol lakok? Mert mondjam, hol lakik. Menj már faszolva! Vörös Martú, Mihály 6. Van, Vörös Martú, fakult sem Mihály. Füvezzünk, gyerünk rá. Nincs neked tűre pénzed, bárki, te herbálozol. Ki? A szerbálozz, fi? Én ne. Halucinálszívok. Kristály minden gyerek. Speed. Én belövöm is, ha kell. Arra sincsen pénzed, Speedre. Kinek? Speed, tömennyi. Hát, hogyha olyan belövöm magamnak egy... Kólát szoktam venni. Mutassak füvet. Mutassad. Hát elveszi. Én a nyilvános temomat nem szoktam lenni semmi. De akkor azt, amit mondtál, jól mondom. Amit mondott, az jó. Na, az adatok a fejemben vagy? Igen. Nem te vagy. Ez nem jó. Gyereket, ne izéljél már gyereket. Mit csinálsz vele? Testvérem, mit az, hogy mit csinálsz? Neked nem kéne iskolában lenni? Mi kéne nekem ott? Vigyem abba az iskolába, főnök. Miért nem kell az iskolában? Azért, majd én ki vagyok írni. Kipek, gyerünk drogozni. Gyerünk el. Itt van, tekerjünk egyeket. Addig értem a cigi füvezni. Há, most akkor minek a cigi? Csigálna fel, oly ilyesmi. Nekem egyébként nem úgy tudod, hogy ez ide kéne lenni neved intézetbe. Mi? Azért, mert nem feltétlenül jó vagy neved a családodban. Mi a? Jó vagy, hogy ez telefon, mint ezért. Loptam, azt is lehet, nem? Tényleg, lehet. Főni, nekem is volt egy ilyen kamera, loptam. Honnan volt a kamera? 27 millió. Hát loptam. Kristály adtam oda 2 grammé. De ilyen volt, Szonyi. Ha kell ilyen palit kiütök, kéne. Igazi bűnözők vagytok? Én akárkit kiütök, ha kell, tesszük. Ha kell, azt is kiütök. Kit? Polgármester. Tényleg? Há? Miért? Most mi van abban? Menjünk meg olyan, hogy elállunk. Minek az a kamera dolgok, de... Szia fel a kokait! Jó, mert nem dobom a kis herbal, mert nem mutattam fel, dobják a netre. Hát most... Ezt fel lehet dobva a netre. Hát de mondjuk a szép széget. Híres ember leszek. Kis kokain is van nálam.
Az azonos neműekhez való vonzódás az szerintem nem egyszerűen felháborító, szerintem ez hány ingerkeltő. Azt kell mondjam, hogy van, akiknek ez még tetszik is. A zsidó, a cigány hány ingerkeltő?